Sarkadi Dóra Jázmin, a Györfi István Katolikus Általános Iskola tanulója arról beszélt stábunknak, hogy milyen eredményeket ért el a harmadcsepp tanulmányi versenyen. Itt vagyunk a Györfi István Katolikus Általános Iskolában, és egy nagyon tehetséges második osztályos kisdiákot kérdezek, és kérek arra, hogy mutatkozzon be, és meséljen nekünk arról, hogy milyen versenyen szerepelt eredményesen. Sarkadi Dóra Jászmin vagyok, a második A-osztályba járok. Harmadcsepp versenyen veszek részt nyelvtan tantárgyból. A felkészülésben a tanítónénink Editke néni segít. Órákon szorgalmikat és időkitöltőket is ad, és délutánonként ki szokott hívni engem, hogy feladatokat oldjunk meg, és beszéljünk meg, és készüljünk fel a versenyre. Az első fordulója ennek a versenynek már lezajlott, be is küldtük, és remélem, hogy jó lesz. Miért szeretsz erre a versenyre, ebben a versenyben részt venni? Azért, mert meg szeretném látni, hogy milyen az én tudásom, hogy mire vagyok képes, próbára teszem magamat, és megnézem, hogy mennyire figyelek oda az órákon és az órákon kívül. Azt tetszik ebben a versenyben, hogy tollal lehet kitölteni, és hogy mindig egyre nehezebb lesz, és látom, hogy majd mit kell gyakorolni. Az a célom, hogy bejussak az országos versenybe és a döntőbe, és minél több pontot érjek el. A szüleim is nagyon szívesen segítenek a felkészülésben.